Figyelem a légzésem. Figyelem az orromon keresztül lassan be és kiáramló levegőt. Könnyen és lassan lélegzem, természetesen, és ahogy figyelem a légzésem, a gondolataim lecsendesednek, kavargó érzéseim elcsendesednek. És megérkezem a jelen pillanat valóságába, amikor nem számít a múlt, és a jövő még nincs, csak az itt és most. Figyelem a légzésem, és növekszik bennem a csend. Most a meditációban az akarat erőmet fogom használni. A testem akarat ereje az, hogy nem mozgok meditáció alatt, megtartom a test helyzetet, figyelem a légzésem, és valahogy, ahogy az akaraterőmet a testembe vetítem ki, úgy érzem, hogy az rendezett, összeszedett és fegyelmezett. És ezt az állapotot megtartom az egész meditáció alatt. Nem végzek apró mozgásokat. Csendesen és fegyelmezetten ülök. És figyelem a légzésem. És a test csendes fegyelmében azt érzem, hogy az isteni energia, mint egy folyó áramlik mindenhol egész testemben. A testem fegyelme a testem mozdulatlansága teszi képessé arra, hogy ez az isteni energia áramoljon.
következő rész, ahol akaraterőmet használom, az életerő vagy vitális környéke, mely a köldök tájékán helyezkedik el. Ha emberi módon használom az életerőt, akkor az dominálni, uralkodni akar mások felett. A helyes út azonban az, ha az életerő kiterjeszti nagyon tágasra a szárnyait, mint egy madár, és ezekkel a szélesre tárt szárnyakkal átfogja az egész világot és minden embert. Ezzel a tágas, kiterjedt állapottal az életerő egy békés dinamikát, ösztönzést és inspirációt ajánl fel az egész világnak, minden embernek. Akarat erőmet most arra használom, hogy életerőm törődését kiterjesszem, és hogy életerőm mindenkinek egy dinamikus, békés inspirációt nyújtson. A testem fegyelmezett. A vitálisom kiterjedt, és dinamikát, inspirációt ajánl a világnak. A következő rész, ahol az akaraterőmet használom, az az értelem. Az emberi életben sokszor, mikor használjuk az értelmet, úgy gondoljuk, hogy felsőbbrendűek vagyunk, hogy sokkal többet tudunk másoknál. Vagy a gondolkodás által egy zűrzavar keletkezik az értelmünkben, és kétségek gyötörnek minket. Most arra használjuk akaraterőnket, hogy az értelmet lecsendesítsük. A legjobb módja az értelem akaraterejének használatára ha az értelmet lecsendesítjük. Visszautasítunk minden gondolatot,
Akaraterőnkkel őrizzük a csendet. Ez az értelem fegyelme. Épp úgy, ahogy a testemet uralom akaraterőmmel, hogy az csendben, izgés, mozgás nélkül fegyelmezetten üljön, úgy uralom akaraterőmmel az értelmemet is, hogy csendben, nyugodtan és gondolatok nélkül időzzön. Következő a szív, a spirituális szív területe. Ahol a szív akaraterejét használom. A szív akaratereje nem más, mint egység az egész világgal. A szív mindent és mindenkit magába ölel. Nem kérdezi, ki vagy, honnan jöttél, mi a bőröd színe, mi a vallásod, stb. A szív egyszerűen és spontánul az isteni egységet érzi, és az isteni szeretetet éli. Szívem akaratereje nem más, mint egység az egész világgal, s a világon mindennel és mindenkivel. A szív csupa egység, egység, egység. Test fegyelmezett. Az életerő szélesre kiterjesztette szárnyait. Az értelem csendes. Szívemben pedig érzem az egységet.
Időzhetek ebben az állapotban, ameddig csak jól esik. És amikor úgy érzem, befejezem a gyakorlatot, és lassan kinyitom a szemem.